Sziasztok! Üdvözöllek titeket 2017 kedvenceinek fürdőtermékes részében, mert hogy most következik az a téma, amely nekem az egyik legnagyobb kedvencem, és szerintem sokan már tudják, hogy milyen márkák lesznek itt nagy részt, mert hogy annyira ismerhetnek már. Valóban vannak bizonyos márkák, amelyek annyira nagyon kedvencé váltak, hogy igazából mindig szívesen nyúlok feléjük, főleg, hogyha van időm arra, hogy egy ráérős fürdőzést megejtsek, mert bizony a hétköznapok rohanó világában jól tud az esni, hogy beül az ember a kádba, és egy kicsit csak magára figyel, egy kicsit kényezteti magát, egy kicsi ugye habfürdő, fürdőgolyó, kis testradír, arcpakolás, stb. Úgyhogy erről a világról lesz most szó, ez az én legnagyobb kedvencem szerintem, valóban akkora felüdülést tud hozni, hogy végre az embernek magára van ideje, és elmerülhet a gondolataiban, hogy hát nagyon-nagyon szívesen töltöm így az időmet, hogyha engedi az időm. Úgyhogy hát szerintem vágjunk is bele. Itt most megint egy olyan témáról van szó, amelyik nem fért bele egy kis dobozba, mert annyira rengeteg terméket szeretnék megemlíteni. Ugye lesz itt tusfürdő, habfürdő, fürdőgolyó, golyó alakú habfürdő, valamint arclemosó egyaránt, úgyhogy elég hosszú videónak ígérkezik, és lesz olyan termék bizony, amelyik már egy előző részben is felbukkant, úgyhogy kis ismerősként tudjátok köszönteni. Lássuk, hogy mik az én kedvenceim, és ismét kérlek titeket, hogy írjátok meg a megjegyzéseknél, hogy van-e közös kedvencünk, illetve hogyha nem, akkor mik a ti kedvenceitek ezekben a kategóriákban. Közben egyébként az erkélyen éppen cinkék táplálkoznak, mert hogy a Lidl áruházban kapható ilyen kilógatható, ügyes kis önetető jellegű etető, és hát nemrég még nem volt ez kirakva, és már jöttek a cinkék és lesték, hogy na mi van már, hiszen nálam folyton van ilyen, minden télen számíthatnak erre, és úgy tűnik, hogy emlékeztek erre, úgyhogy most kitettük, és végre boldogan táplálkozhatnak a kis cinkék, úgyhogy kicsit nehéz ide figyelnem, és nem őket nézegetnem, mert nagyon szeretem őket, egy igazi meghitt hangulatot áraszt az, hogy a kis aranyos kis téli madárkák itt eszegetnek. Na de lássuk a lényeget, a témánkat, és próbálok kategóriánként haladni, nem lesz egyszerű. Szerintem kezdjük mondjuk a tusfürdőkkel, mert ez egy eléggé általános kategória, ugye ha sietek, akkor tusfürdő, akkor is mindig fogy. És nagy-nagy kedvencem az előző részben is már említett Biobáza 3:1 tusfürdő. Ugye én nagyon szeretem azokat a termékeket, amelyek talán nem hidratálnak, vagy nem tudom, hogy hidratálnak, de az biztos, hogy nem szárítják a bőrt. Tehát, hogyha aznap nincs időm testápolózni, akkor sem kell viszkető bőrrel küzdenem, és többek között ez a termék is ezt biztosítja. Ez 3:1, ugye tusfürdő, és sampon, és nem tudom mi a harmadik, hogy őszinte legyek, nem tudom, hogy mi a harmadik funkciója, mert nincs ráírva, de a lényeg, hogy nekem erre a két funkcióra abszolút bevált, talán még kézmosóként is lehetne használni, hiszen annyira nem szárít, hogy még a rendszeres kézmosásnál sem okozna problémát, az illata pedig csodálatos, natúr jellegű, kifinomult, nem túláradó, úgyhogy nagyon-nagyon szeretem, és egyébként én nyáron kaptam ezeket a tusfürdőket most a Biobázától, kettő másik illattal együtt, de volt már többször is olyan, amikor még az előző csomagolásukban voltak kaphatóak, hogy bizony én a DM-ben pótoltam a hiányt, és beszereztem ezeket a termékeket, mert hogy annyira megszerettem őket, hogy valódi kedvencekké váltak, és emiatt abszolút érdemesnek tartom őket arra, hogy beszerezzem őket. Ajánlom nektek is figyelmetekbe, az egyik legjobb naturkozmetikai márka szerintem, nagyon-nagyon szeretem. Szintén tusfürdő, és ugye általában véve is kedvencek nálam a The Body Shopnak a tusfürdői, de az idei évben abszolút a Pinita Colada lett a kedvencem. Nem tudom, hogy miért Pinita és miért nem Pina Colada, de ebbe inkább ne menjünk bele talán. Ezt a tusfürdőt egyébként Eleni barátnőmtől kaptam, ugye jól tudhatjátok már, hogy neki is van blogja, úgyhogy lesz hozzá link a leírásban. Nagyon szeretem ezt az illatot, ugye Bulgáriába ezt vittem magammal, és ez volt az ottani tusfürdőm, hogyha mostanában nosztalgiázni szeretnék, és már elegem van a télből, mert hogy sajnos rühellem a hideget és a szürkeséget, akkor ezzel szoktam emlékeket felidézni. Nagyon kellemes, valóban a Pina Colada illatát idéző illatról van szó. Nem szárít, jól habzik, nagyon szeretem, igazából semmi extrát nem nyújt szerintem, de csodálatos illata szokott lenni a The Body Shop tusfürdőknek, és bár nem hoztam ide, mert már tényleg alig van benne, meg óriási amúgy, ugye a Satsuma tusfürdő az én örök kedvencem az ő kínálatukból, egy óriási 750 ml-es kiadás volt meg belőle most legutóbb, és hát ez elfogyott most már, talán egy év használat után, és ugye úgy, hogy egyéb termékeket is használod, de nagyon-nagyon sokszor térek vissza hozzá, mert annyira csodálatos fanyar, valódi citrus illata van, hogy azzal nem lehet betelni.
Teljesen más jellegű tusfürdőket gyárt az Abura, amely egy pécsi magyar cég egyébként, és alapvetően arra fejlesztették ki, hogy edzés után a zuhanyozáskor ugye fertőtlenítse az embernek a lábát többek között, tehát ne kapjon el valami ronda fertőzést ugye az edzőteremnek a zuhanyzójával. Emiatt tartalmaznak mentát. Például ugye a Kontakt az nálam volt már tesztben, az összehasonlító nagy menta tusfürdős tesztben, ehhez lesz link a leírásban, abszolút ez lett az első helyezett. Ugyanakkor az annyira nagyon mentolos, hogy valóban hűsít, és így tél közepén azért nem szeretnék már tőle fázni, és ez a kis tesója, a Motion, hát ez valami csodálatos. Ebben is van egy icipici menta, tehát tényleg egy icipicit frissít, de nem fázom tőle, viszont emellett csodálatos, gyümölcsös, natúr jellegű illata van, és egyébként, hogyha valaki ezt ismeri, akkor szeretném figyelmébe ajánlani a kézkrémet, és talán még a kézfertőtlenítőt is, de a kézkrémnek biztosan ugyanez az illata van, és nagyon-nagyon jól hidratáló, nagyon kellemes kézkrémről van szó egyébként. Ez így az év utolsó részében lett a kedvencem, ezért nem említettem az éves kedvencekben, de nagyon szeretem azt a kézkrémet is, és a kézfertőtlenítőjük is olyan, hogy amellett, hogy ugye alkoholt tartalmaz, amiatt, hogy fertőtlenít, viszont hidratál is, tehát vannak benne olyan egyéb összetevők, amelyek ellensúlyozzák ezt a hatást, a szárító hatást. De a tusfürdőn az csodálatos. Azt kell tudni róla, hogy ilyen nagyon érdekes állaga van, és olyasmi habja lesz, mint a szappanoknak, a klasszikus szappanoknak, valamint a kádon is ugyanazt a kis visszamaradt anyagot hagyják, mint a szappanok, tehát ez így mindig öblítést igényel, erre figyeljetek oda. És ennek ellenére annyira tele vannak hidratáló összetevőkkel, mindenféle gyümölcsmajakkal, hogy hidratálják a bőrt már zuhanyozás közben is, és nem kell utána testápolozni. Tehát ilyen nagyon érdekes ellentmondó érzés a számomra, hogy szappan jellegű a használatuk, és az ember azt várná tőlük, hogy szárítanak, de nem szárítanak, hanem hidratálnak, és csodálatosak. Tényleg ugye már többször is volt kedvencként nálam a Milky, nem tudom pontosan mi a neve, ugye lótejjel készül, kancatejjel, talán azt hiszem, hogy igen, meg hát most ez lett az én óriási kedvencem. A Kontakt pedig olyan, hogy valóban a legnagyobb, óriási 40 fokos melegben is tudok fázni tőle annyira mentás, úgyhogy azt is nagyon szeretem, de téli használatra ezt a Motiont tudom ajánlani. Még mindig tusfürdő, mert a tusfürdők óriási kedvencem, és a rengetegen kerültek bele ebbe a kategóriába, és Lavera, az sem maradhat ki, ugye? Ez egy olyan gél állagú tusfürdőjük, ugye vannak krémes tusfürdőik is, de ez valóban gél állagú tusfürdő, amelynek tökéletesen ugyanolyan az illata, mint a testápolásnál már említett testápolónak. Tehát egy picikét joghurtos beütési, csodálatos citrusos illatról van szó. Maga a gél egyébként teljesen átlátszó, egy icipicit sárgás színű, jól habzik, jól tisztít, sehol nem irritál. Az illata nem annyira tartós egyébként bőrön, nem tudom, olyan 2 órát biztosan megmarad ettől függetlenül, tehát nem rossz végül is. És hát csodálatosan betölti az egész fürdőszobát. Teljesen más jellegű, mint az előbb említett The Body Shop Satsuma, tehát tényleg teljesen más jellegű illat, de ez is ugyanolyan csodálatos és ugyanolyan természetes jellegű, úgyhogy nagyon-nagyon megszerettem. Igazából az egész Lavera narancsos család az én nagy kedvencem volt ebben az évben. Hogyha szeretitek a citrusos illatokat, akkor nektek is ajánlom figyelmetekbe. Óriási kedvencem a Rose Gem nevű tusfürdő a Lush-tól, amelyet egyébként már próbáltam hajra is, és azon is teljes mértékben bevált, jól tisztított, dús volt tőle a hajam, és fényes is, valamint nagyon-nagyon tartós volt az illata a hajamon, tehát igazából ilyen hajparfüm jellegűen nagyon kellemes illata volt. Ez egy elég sűrű állagú Lush tusfürdő, nagyon jól használható, jól habzik, tartós az illata, a fürdőszobában és a bőrön is megmaradt, szerintem 6-7 órán keresztül annyira erős, jó illata van. Ugye ez ismét ugyanaz az erőteljes tömény rózsa illat, amelyet már említettem a Rose Argan test kondicionáló esetében, teljesen ugyanarról az illatról van szó, tehát hogyha valakinek bevált az a termék, akkor ezt is biztosan szeretni fogja, és ha minden igaz, akkor ez most le van árazva a Lush üzletekben, sajnos idén nem volt online leárazás, emiatt én nagyon szomorú vagyok, mert ilyenkor szoktam beraktározni ugye Lush termékekből, és hát nem annyira járok én mindig Lush üzletek közelében, de hogyha ti esetleg budapestiek vagytok, vagy éppen ott jártok Budapesten, akkor érdemes lehet ezt csekkolni, mert ilyenkor bizony fél áron kaphatóak a téli illatok, és a Rose Gem is téli illatnak számít. Az utolsó tusfürdő egy abszolút krémes állagú tusfürdő, a Kneipp-től. Ezt én tavaly télen szereztem be, és szerintem idén sajnos nem is volt kapható. Kár érte egyébként. Ez egy, hát, talán szupuászú dióval készülő vaníliás, valóban krémes, hidratáló, sűrű, abszolút kényeztető, gyönyörű, édes,
igazi jó illat volt, tehát nem az az émelyütő fajta, attól függetlenül, hogy van írjás, nem volt túláradó, hanem valami eszméletlen volt ebben az illatárban fürdeni, tényleg nagyon-nagyon szerettem, már mindjárt el, hogy ezért beszélek róla múlt időben, viszont hogyha valaki valami hasonló illatra vágyik, bár az állag az nem hasonló, de a hatás és az illat az abszolút, akkor az Yves Rocher-nak a makadám diós tusfürdőjét tudom figyelmébe ajánlani, illetve én magam nem próbáltam, de a Ziajának van most ilyen szupasszú, kiadású, illatú, külön kiadása térre, csak a végére érek, szóval az ő webshopjukban meg lehet rendelni egy szupasszú diós, talán tusfürdő és testápoló párost. Nem próbáltam, Eleni szerint csodálatos az illata, én bízom az ő véleményében, úgyhogy szerintem meg is fogom magamnak rendelni, mert hogyha ilyesmi illata van, mint ennek, akkor jó lenne ilyen módon utánpótlást szerezni belőle. És még mindig van tusfürdő, azt hittem már nincs, de van. A Barningennek a nagyon csodálatos púder tisztaság illatú tusfürdője. Ezt a terméket én szeptemberben ismertem meg, és azóta töretlenül használom, és úgy döntöttem, hogy azért ez a hosszú használat már belefér abból, hogy egy éves kedvences videóba bekerüljön. Egy nagyon sűrű állagú tusfürdőről van szó, fehér és ilyen krémes színe van, és nagyon keveset kell belőle használni, mert rendkívül jól habzik, és valóban kevesebb elég belőle, úgyhogy még bőven van benne annak ellenére, hogy 3 hónapja nagyon sokszor nyúltam érte, és hát valóban hidratál, én úgy érzem, hogy ha ezzel zuhanyzom, akkor nincs szükségem testápolásra, de egyébként megvan ennek ugye a testápoló és a testvaj változata is, vagy hát intenzív testápoló talán úgy hívják, mert hogy a Henkel volt olyan kedves, hogy meghívott a blogger találkozóra, és ott megkaptuk a csomagot, és hát azokat még nem próbáltam ki, amiatt, hogy amikor ezt használom, akkor hidratált a bőröm, de hogyha majd valami egyéb tusfürdőt használok, és úgy érzem, hogy szükségem lesz rá, akkor mindenképpen szeretném kipróbálni azokat is, mert hogyha annyira jók, mint ez a tusfürdő, akkor az is mind a kettő biztosan csodálatos lesz, és egyébként egyéb illatokban is kaphatóak, és érdekes módon a bőrtípustól függhet, hogy kinek mennyire jön be, mert az egyik barátnőm nem annyira rajong a márkáért, de nálam abszolút kedvenc lett, ugye nekem érzékeny a bőröm, télen szinte sivatagosan szokott száradni a lábszáram, de ha ezt használom és nem testápolozom, akkor sem fordul elő ez, úgyhogy valamit valóban tudhat ez a svéd márka, nekem nagyon szimpatikus. Testradírok terén először is egy olyan terméket szeretnék megemlíteni, amely nincs már meg, mert elfogyott termék, szerintem az elfogyottas videóban lesz, talán ott sorakozik valahol a sarokban, egy dobozban, de többször mutattam már, hiszen kedvencek között is szerepelt, a The Body Shop-nak a krémes jellegű testradírjairól van szó, mert hogy vannak a zselések, ezek lehetnek ugye flakonban is, ilyen tubusszerű flakonban, valamint tégelyben is, na, azok nem a kedvenceim, jók, mert jó az illatuk, de alig radíroznak, nem igazán hatékonyak, nem szeretem őket, viszont amelyik krémes jellegű, például az olívaolajos változat, na, az csodálatos. Valóban krémes is, tehát nem áttetsző az alapja, hanem ilyen testápoló jellegű színe van, és ebben vannak mindenféle magőrlemények és egyéb dolgok, és ugye hidratál amiatt, hogy tele van vajakkal és olajakkal, ugyanakkor valóban hatékonyan radíroz, csodálatos, és igazából használtam már azt hiszem a citromosat is belőle, amelyik ilyen krémes jellegű volt, és most nem jut eszembe, de szerintem volt valami harmadik is. A kókuszosnak, annak az illatában volt valami, ami nem ízlett, meg a csokisnak, viszont az olívaolajosnál és a citromosnál nem volt meg ez a mellékillat, úgy emlékszem. Az olívaolajosat használtam most legutóbb, és az valóban egy csodálatos illat, semmiféle avas jellege nem volt az illatnak, nagyon szerette a bőröm, és akkor használtam, hogyha szerettem volna pihe-puha bőrt testápolozás nélkül, mert ugye egyrészt leszedtem vele az elhalt hámsejteket, másrészt pedig már eleve hidratálta a bőrt, és így elértem ezt a hatást, úgyhogy abszolút szuper, az egyik kedvencem volt ebben az évben. A másik pedig a Pixie Boxból megismert Greenland Fruit Emotions Show, ami egy valóban sóállagú, tehát ilyen laza sóállagú termék, és igazából annak idején még a szépségboxomból, ugye a szépségboltnak a dobozából is ismertem egy másik illatot, azt is nagyon szerettem, de ez a legutóbbi Pixie Boxban lapult. Ez egy lájmos, vaníliás, nagyon kellemes, gyümölcsös, ugyanakkor édes illat, de nem émelítő egyáltalán. És vannak, akik ezt fürdősóként használják, és én nem győzöm elmondani minden ilyen videóban, hogy azt szerintem egy bűn, ezt nem szabad megtenni vele, mert persze valóban nagyon jó olajos jellegű lesz tőle a víz, és jó benne fürdőzni, de annyira hatékonyan radíroz, és annyira jó a bőrnek, hogy szerintem alapvetően erre kéne használni, ha pedig már leradíroztuk a bőrünket, utána úgyis belekerül a vízbe, szóval inkább ilyen átmeneti megoldásként ajánlom
ajánlanám, mert csodálatos, tehát tényleg nagyon erőteljes radírozó hatása van, emiatt szerintem van, aki esetleg ezt már túl erősnek találhatja. A só miatt vigyázzatok, borotválkozás után nem szabad használni, mert csípni fog, viszont hogyha nem borotválkozáskor használjátok, és nincsen sérülés a bőrötökön, akkor csodálatos a hatás, amit el lehet vele érni. A leges, legpuhább, legtápláltabb bőr az, amit kapni lehet vele, úgyhogy abszolút kedvencem, viszont nem tudom, hogy honnan fogom beszerezni, mert ugye régen voltam Müllerben, nálunk már nincs, lehet, hogy máshol van, ha igen, írjátok meg nekem megjegyzésben. Volt a szépségboltban, ott sincsen már, pedig nagyon szeretem, és az egyik leges, legnagyobb kedvencem. Szóval, hogyha bárki tudja, hogy hol lehet beszerezni, akkor legyen szíves, írja meg nekem a megjegyzéseknél, és nagyon-nagyon hálás leszek érte. Másik óriási kedvencem, és többször is szerepelt kedvencek között, az Ocean Salt, ugye a Lush kínálatából, amelynek most már megjelent az öntartósító változata is, vagy ebből volt mind a kettő, azt nem is tudom, hogy lehet, hogy már régebben is volt. Az rémlik, azt hiszem, igen, ha jól emlékszem, de rég volt, hogy volt ugye a sima változat, és volt az öntartósító, és az öntartósító egy kicsit még olajosabb jellegű volt, és emiatt száraz bőrre azt ajánlottam, azt hiszem. Remélem, hogy jól emlékszem. Na de a lényeg az, hogy ezt most nagyon szeretem. Azért keverem ennyire, mert vannak egyéb tengeri jellegű illatú radírja is a Lushnak, és szerintem keverek valamit, de lehet, hogy csak ezt használtam örök életemben. De a lényeg az, hogy ebben az évben abszolút használtam, és nagyon nagy kedvencem volt, és ezt a változatot használtam, mert hogy az én száraz bőröm nagyon örül mindenféle vajnak, ugye gyümölcsvajnak, vagy gyümölcsolajnak, és ez meg van tömve bele, emellett pedig csodálatos friss illata van, úgyhogy igazából szerintem ezt pasik is használhatják, hogyha bevallják, hogy használna a testradírt, akkor erre érdemes szavazniuk, mert annyira kellemes, friss illata van, hogy abszolút unisex illatként is beválik, abszolút tudom ajánlani fiúknak, lányoknak, bárkinek, tényleg csodálatos illatról és hatásról van szó. És szintén radír, de alapvetően kézradír a Lush kínálatában a Salted Coconut, amely valami eszméletlen, egy igazi természetes kókuszillat, ugyanakkor elég erőteljes kókuszillatról van szó. Tehát nem annyira visszafogott, mint amit már említettem, ugye a biobáza napozás utáni testápolójánál a testápolós részlegen, hanem annál sokkal erőteljesebb, csodálatos és valóban igazi természetes kókuszillat. És bár kézradír, annyira finom benne a szemcsék, hogy szerintem arcra is nyugodtan lehet használni, és én is szoktam így használni, és teljes mértékben bevált, ugyanakkor ez is meg van tömve mindenféle olajakkal, vajakkal, tehát már a radírozás során táplálja a bőrt, és nagyon sima, és telt, és csodálatos lesz utána, úgyhogy abszolút kedvencem. Hogyha ezt kevésbé borsos árban kiadnák nagyobb kiszerelésben, akkor még testradírként is használnám, mert annyira oda vagyok érte, mind a hatásáért, mind a szemcsék apróságáért, mind pedig az illatért, tényleg az egyik legeslegcsodásabb radír a világon. Ha Lush üzletben jártok, akkor ezt mindenképpen szagoljátok meg, mert csodálatos. Habfürdők terén a legnagyobb kedvencem a Tea by Teteceptnek lett egy gránát, almás és nem tudom milyen bogyós habfürdője, Aronia Bére, az nem tudom sajnos, hogy micsoda, de az biztos, hogy csodálatos, valóban bogyós gyümölcsös, valóban fanyarillat, és emellett csodálatos habokat képez a vízben. A vizet egyébként ilyen bordósra színezi, nem csinál hidratáló hatást, semmi ilyesmi egyebet nem nyújt, hanem csak habot képez, de hogyha valaki szereti a habfürdőzés fogalmát úgy általában, és amúgy is például egy hidratáló vagy tápláló jellegű bőrradírral tervez utána majd fürödni, akkor ez egy jó alap lehet hozzá, egy igazi fanyar csodás gyümölcsillat, és az ő kínálatukban néztem körül ennek hatására a Müller üzletében, és megtaláltam egy téli kiadású csodálatos illatot. Egy kicsit emlékeztet az előbb említett Supuasu diós tusfürdőre, mert hogy egy pici talán ilyen sós beütése van, mint ahogy a dió illatának is van egy ilyen sós, fanyar érdekes beütése. Emellett egyébként ez egy vaníliás, makadámiás illat, és hát ez egy fenomenális, ez sem hidratál, viszont csodálatos habokat képez, és az az illat ár, amit ez képez, az hihetetlen. Úgyhogy a Müllerbe most menjetek, és ezt vegyétek meg, mert hogyha szeretitek az ilyen illatokat, persze nem kötelező, de ha valaki szereti az ilyen illatokat, akkor most menjen el, mert limitáltnak tűnik, abszolút egy téli kiadásnak tűnik, de nagyon-nagyon csodálatos illata van, és elvileg van benne kakaóvaj, tehát elvileg akár hidratálhat is, de én nem igazán hiszek abban, a Lush habfürdőkön kívül, hogy mondjuk egy ilyen termékkel én a vizet hidratálóvá tudnám tenni, de nem is várom el tőle. A lényeg az, hogy csodálatos illata van, csodás habokat képez, és egy csodálatos relaxációs élményt nyújt, amikor ezt használom.
És itt jön sok a kedvence a fürdő termékek kategóriája, de igazából nem annyira tudok most kedvenceket mutatni, hiszen az év folyamán rengeteget elhasználtam. Az Instagram fiókomban mindet láthatátok egyébként, de tényleg én két márkának a termékeire esküszöm, az egyik a Bomb Cosmetics, és ebből most példának egy most karácsonyra kapott terméket hozok. Köszönöm, Zsuzsi, nagyon tetszik. Ugyanis ez egy mézes kalács illatú fürdőbomba a Bomb Cosmetics kínálatából. Nem is tudom, hogy Zsuzsi hogy érzett rá, hogy ennyire szeretem. És egyébként igazából ettől a márkától az ilyen nagy fürdőgolyókat szeretem egyrészt, másrészt pedig a brüléket, amely ilyen 4-5 fürdésre elegendő anyagot tartalmaz, annyira nagy fürdősüteméről van szó, és ehhez képest nem is olyan drága, tehát mondjuk a Lushhoz képest. Én a webáruházukból szoktam beszerezni a termékeiket, de egyébként Müller, DM és talán Rossmann kínálatában is kaphatóak. Csodálatosak, tehát a brülé a legeslegjobb. Én igazából nagyon sokszor csak két felé vágom őket, így egy nagyon-nagyon olajos és tápláló hatású vizet kapok, és így szeretem igazából őket használni, de amúgy másoknak, akik nem így használják a fürdőtermékeket, 4 alkalomra is bőven elegendő. Meg hát ezek a nagy fürdőgolyók csodásan olvadnak, nagyon cuki általában a kiképezésük, van amelyik mondjuk virágos, van amelyik például ez most egy ilyen mézisüt is, tehát nagyon aranyosak is, és csodálatos illatuk van, tehát egy igazi, natúr jellegű, mégis abszolút élethű és erőteljes illatról van szó, ez például most kifejezetten mézes kalács illatú. A másik márkát pedig úgy is tudjátok, bizony a Lushról van szó, és az ő termékeik közül, hogyha fürdőtermékről van szó, akkor a leges, legnagyobb kedvenceim a habfürdők, és ebből hoztam most két példát nektek megmutatni. Az egyik a Sparkling Pumpkin, amely a Halloween kollekció részeként szokott kapható lenni, és csodálatos csillogó vizet is varázsol egyébként, valamint csodálatos fahéjas és szegfűszeges illata van. Emellett viszont amiatt, hogy habfürdő, tele van mindenféle hidratáló hatású anyagokkal, úgyhogy nagyon tápláló, olajos, sejmes lesz tőle a víz, úgyhogy nagyon-nagyon szeretem. A másik pedig egy sokszor és szomorúan emlegetett kedvencem, a Holly Golightly, amely alapvetően egy karácsonyi kiadású habfürdő szokott lenni, de idén nem tért vissza, és szerintem nagyon-nagyon sokan voltunk emiatt szomorúak. Ez egy akkora habfürdő, hogy 2-3 alkalomra is elegendő, ha csak felezi az ember, akkor annyira sejmes és tápláló jellegű lesz a víz, hogy az elmondhatatlan, a színe gyönyörű, csodálatos zöld lesz, egyébként vannak benne ezek a kis úszkáló csillámok, tehát igazából a Lush termékek amellett, hogy szépek így is, a fürdést is olyan élményé teszik, hogy az valami leírhatatlan. Például a Golden Wonder nevű fürdőgolyó, amely igazából egy ajándékcsomag alakú és kockás jellegű, na mindegy, az a lényeg, hogy az valami hihetetlen, kívül arany és fehér színe van, belül viszont van benne kék, tehát a víz alapvetően kék lesz tőle, és vannak benne kis csillagok, ezek úszkálnak a víz felszínén, emellett maga a víz arany, icipici csillámokkal teli lesz, tehát aranyfényben úszik és hömpölyög és csodálatos, tehát valami olyan élményt nyújtanak a Lush termékek, hogy azt így nálam nem lehet überelni, abszolút mértékben nem lehet überelni, viszont hogyha hidratáló hatás, akkor a fürdőgolyók helyett abszolút a habfürdőkre szavazok, és nektek is ezeket tudom figyelmetekbe ajánlani, mert ezek a legjobbak szerintem valóban. Az ilyen tekercses formátumok is csodálatosak, most nem jut eszembe egyiknek se a neve persze, amelyik úgy néz ki, mintha egy piskóta tekercs lenne, csak más a színe, azok is tel is tele vannak tápláló olajokkal, úgyhogy eszméletlenek. Nagyon-nagyon jók, tényleg nem olcsók, de ajándékba vagy önkényeztetésként azért beleférhet az, hogy az ember hetente egyszer-kétszer egy ilyen terméket használjon, ha megteheti, akkor érdemes rá befektetni, mert csodálatos élményt nyújtanak tényleg. És már csak az arctisztító kategóriája van hátra, és ezek közül is az első, amelyet említeni szeretnék, a Lushtól az Angels on Bearskin. Ez lett az a termék, amelyikkel pótolni tudom a Bouche de Noël hiányát. Ugye a Bouche de Noël az egy karácsonyi termékük, és diós bejgli illata és állaga is van gyakorlatilag. Tehát ilyen diós és mazsolás úgy néz ki, mint a bejgli töltelék, és az illata is ilyen. És ugye a dió darabok masszírozzák és radírozzák a bőrt, de amiatt, hogy kerekek, nem úgy, mint mondjuk egy magőrlemény, emiatt abszolút gyengén módon teszik, emellett tele van mindenféle tápláló vajakkal és olajokkal, emiatt csodálatosan hidratálja a bőrt, tehát valami
eszméletlen, és ez az a termék, amelyet ugye az ember csak karácsonykor tud beszerezni, és ilyenkor, ha feltankol belőle, akkor is elfogy a nyára is, nem tud vele mit kezdeni, nem tud nélküle mit kezdeni, és az Angels on Bearskin sok mindenben hasonlít rá, bár van benne levendula, és azért nem annyira hidratál, de az állaga, a radírozó jellege, a táplálás, minden azért megvan benne, levendulás illata van, tehát valóban más, mint a Bush de Noël, de úgy érzem, hogy állagában és hatásában ez áll hozzá a legközelebb, úgyhogy ezzel szoktam pótolni a hiányát, és ezt használtam az elmúlt évben nagyon-nagyon sokat. És már csak két habzó állagú arclemosom van hátra, az egyik egy Dr. Organic termék, ez a My Beauty Tools áruházból van, és holtengeri ásványokkal készül, úgyhogy nagyon jó hatással van a bőrre. Annak ellenére, hogy nekem száraz a bőröm, nem szárította túl, hanem abszolút gyengébb módon mosta le, és egyéb bőrtípusú barátnőim is kipróbálták, egyébként kaptak belőle tőlem, mert hogy féltem, hogy lejáró nélkül elhasználnám, mert óriási adagról van szó, és náluk is bevált, tehát a vegyes bőrtípuson és az olajos, zsíros bőrtípuson is teljes mértékben jól működött. Nagyon kellemes, unisex jellegű tengeri friss illata van, szerintem férfiak is nyugodtan használhatják, szóval igazából az állaga is tökéletes, az illata is tökéletes, egyedül a kiszerelés nem annyira tetszik, mert ebből a tubusból nehéz adagolni, úgyhogy érdemes valamint kisebb pumpás adagolóba ebből tölteni és úgy használni, de csodálatos, tényleg nagyon-nagyon kellemes termék, senkinek nem irritálta a bőrét, aki használt ugye rajtam kívül is, van benne egyébként mindenféle hatékony és jótékony dolog. Szerintem erről írhattam a blogon. Nekem az rémlik, hogy írtam róla valamikor az ősidőkben, úgyhogy elő fogom keresni nektek a bejegyzés, és lesz oda a link a leírásban. Abszolút tudom ajánlani. Az utolsó termék pedig egy bioderma termék, úgy tűnik, hogy ezek a videók nem múlhatnak el a bioderma nélkül. Ez egy nagyon jó, pumpás, adagolójú, kellemes, igazából talán illatmentes, nekem nem rémlik, hogy lenne illata. Tényleg mindig gondolkodom rajta, amikor beszélnem kell róla, de mivel nem rémlik, hogy illata lenne, ezért valószínűleg valóban nincs is, vagy annyira visszafogott, hogy nem tűnik fel. Egy abszolút kellemes, géles állagú, áttetsző jellegű termék. Jól tisztít, nem feszül tőle a bőröm, tehát nem szárítja a bőrt, úgyhogy igazából nagyon sokban hasonlít az előbb említett termékre, nagyon-nagyon szeretem, és hát csajos a színen, jól néz ki, úgyhogy igazából ilyen szempontból is jó ránézni ugye a mosdókagyló szélén, mert ott várja, hogy használjam, teljes mértékben bevált. Mivel pedig ez volt a mai harmadik rögzített videóm, a hangom is kezd egy kicsit elmenni, úgyhogy szerintem mára fel is függesztem ezt a tevékenységemet. Ugyanakkor szeretném elmondani, hogy egyéb részek is még várhatóak, vannak még bőven témáim, többek között tervezem, hogy a parfümökről beszéljek, valamint a kedvenc körömlakkokról, valamint a divat és kiegészítő téma is sorra fog kerülni, úgyhogy érdemes lesz továbbra is velem tartani. Köszönöm, hogyha itt voltatok velem, gyertek máskor is, és legyen nagyon szép napotok! Sziasztok!